Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Megnézzük, hogy mi várható a hétvégén. Ezek a kártyák utalnak a pénteki napra. A fő téma itt felül van. A csillagok szerencsét hoznak, vagy jelenthetik a megfelelő időpontot, amikor tudsz cselekedni. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Ez a csillagkép jelentheti az asztrológiát, vagy egy spirituális területet is. És itt kinyílik számodra egy ablak, ezek a lehetőségek. A virágcsokornál egy kreatív tevékenységről van szó. Ez a nyitott ablak jelentheti a te nyitottságodat is, és kimutatod a szépségedet, a tehetségedet, vagy valamit megszépítesz az otthonodban. Itt a kutya utalhat házi állatokra is, kutyára vagy cicára, de jelenti a hűséget, jelenti a barátságokat is, és ez a virágcsokor lehet egy meghívás, vagy valaki meglátogat téged, megajándékoz téged. Itt szép barátságokról van szó. Szombat. A fő téma itt van középen, illetve felül, és a kereszt az utal a hitünkre, ugyanúgy, mint a fő pap. Ezt jelenti. Az is lehet a fő papnál, hogy valaki esküszik valamire, és megbízhatsz a szavaiban. A kereszt jelenti a sors utakat is. Amikor a sors utak kereszteződnek, ez lehet egy találkozás. Vagy, amit ez a kereszt még jelenthet, a döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és a főpap irányítja az eseményeket, legyen meg a hited, minden úgy lesz, ahogy a sors könyvében van, ez meg van írva, és ha elértétek ezt a kereszteződést, akkor elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt is látható a mozgás, lesz egy új irány, lesznek kapcsolatok, az is lehet, hogy valaki közeledik hozzád, esküszik valamire, megbízhatsz benne, és ez a személy, ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, kihat a sors utadra. Vasárnap itt látható. Ez a könyv jelentheti a tudásodat, vagy egy továbbképzést, a tanulást, vagy azt, hogy találsz egy jó könyvet, kényelembe helyezed magadat, és olvasol. A könyv jelentheti valakinek a zárkózottságát is. Itt a halak utalnak a pénzügyi dolgokra, de ez a kártya a feje tetején áll, tehát mindaz, ami az anyagiakkal összefüggésben van, vagy az értékekkel, az most a feje tetejére fog állni, át kell vizsgálni a dolgokat, és az is lehet, hogy a könyv azt jelenti ebben az esetben, hogy valaki eltitkol előled valamit, különösen, ha nyereményekről, ha anyagiakról van szó. De én megfordítom ezt a kártyát, és akkor így fordulnak a dolgok. Sőt, itt van szerencse, hiszen megjelenik a négy levelű lóhere, ez lehet egy nyeremény is, és az ablakok utalnak kapcsolatokra, lehetőségekre, sőt, jelentik az internetet is. Tehát internet kapcsolatok által lehet a tudás, továbbképzés,
és ez kihat az anyagiakra. Lehet, hogy fizetni kell érte, és lesz kiadás, de az is lehet, hogy lesz nyeremény, lesz bevétel. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!